Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című műsorunk, vendégünk pedig a vonal túlsó végén, akit nagy szeretettel köszöntök, Szomráki Béla, Olaszország szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kezdő csókolom, és tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat is. Talán kis túlzással, bár lehet, hogy nem is túlzás azt mondani, hogy az utóbbi időben, főleg, hogyha Európai Uniós hírekről van szó, akkor Meloni ott szerepel. Mondhatnánk azt is, hogy Melonitól hangos, Giorgia Melonitól hangos a média. Kíváncsi vagyok a véleményére, hogy egyébként hogyan is lett egy olasz miniszterelnök, politikus, úgymond az Európai Unióban szereplő. Tehát, hogy róla van szó, hogy ő kit támogat, kit nem támogat, kit vesz be, kit nem vesz be. Lehet, hogy ez is lenne a kezdő kérdésem. Hogyan érte ezt ő el? Hát úgy, hogy ezt el akarta érni. Ez a célkitűzése volt, de nem a saját szerepének a kidomborítása vezette, független attól, hogy ez mindenfajta nagyobb ternek a velejárója. Egy hadjáratban általában nem a hadjárat mögött lévő érdekeket szokták az újságok első címlapon közölni, hanem a szemét, aki a hadjáratot vezet, mondjuk Napóleon például. Úgyhogy, vagy akár lehetne más példákat is mondani, de röviden és velősen válaszolva, Meloni nagy célkitűzése az, hogy miután a végrehajtói hatalmat megszerezte Olaszországban, pontosabban az olaszok jelentős része bizalmat szavazott neki, egy relatív többséggel, és biztos vezető pozíciója van a jobboldali szavazók, körülbelül az olasz szavazóknak a 45%-a, ez körülbelül 50 éve így van, vagy 80, már nem is tudom. Szóval miután ezt a szavazók jóvoltából ő a végrehajtó hatalomnak a feje, ezt a pozíciót megszerezte, különféle eszközökkel próbálja őrizni, erről majd később is lehet beszélni. Az a célkitűzése, hogy Olaszországot, hát most megint jön a Donald Trump-féle megközelítés, meg a magyar EU-s megközelítés, Olaszországot megint nagyját tegye. Ezt nem ezen szavakkal mondja, nem használ abból kifejezéseket, hanem azt szeretné, ha Olaszország visszakapná azt a szerepet, amelyen rendelkezett is a második világháborús békekötések után. Pontosabban az Európai Uniónak nem csak az egyik alapítója volt, és méghozzá három nagy között volt az egyik alapítója, tehát Németország, Franciaország és Olaszország, hanem az európai, hogy is mondjam, egyesülésnek egy rendkívül okos, ügyes előmozdítója volt, amelynek sikerült, vagy akinek sikerült létrehoznia magát az Európai Unió ősét, vagy előképét, miután a franciák azok nagyon berzenkedtek attól, hogy ők bármiféle egyességet kössenek ilyen összekapaszkodás szerűségben, ők szerették a maguk autonómiáját, on n'est pas chauviniste, mais la France, nem vagyunk sovinisták, de ilyen Franciaország, stb. Szóval nagyon ügyesen az olaszok megcsinálták azt, hogy jó, mondták, jó, hát akkor nem. De akkor csináljuk meg azt, hogy legyen szén és acélközösség. Jó? És erre már nem nagyon tudtak a franciák mit mondani, mert végül is ez az egész dolog úgy jött létre, és az olaszok felfogásában pláne, amely egy békeszerető nép, hogy abba kéne hagyni ezt a folytonos háborúskodást a franciák és a németek között. A franciák ne akarják megszerezni a német acélt, a németek ne akarják megszerezni a francia szenet. Legyen egy közösség. És aztán ilyen módon létre is jött az Európai Uniónak az előképe, amely aztán folyamatosan alakult, de mondom, a nagy művészek ennek a dolognak a tetőhozásában az olaszok voltak, és azt is mondhatnám, az elején meghatározó szereplük volt, ez egészen addig tartott a jó szereplésük, amíg aztán Anglia nem csatlakozott az Európai Unióhoz, ahol nyilvánvaló, hogy ez az ő csatlakozásuk a súlyuknál fogva, a történelmi múltjuknál fogva, a gazdasági potenciájuknál fogva, és a politikai, a világpolitikában betöltött szerepük miatt háttérbe szorította Olaszországot, és most Giorgia Meloninak eltökélt szándéka, hogy a macska asztaltól visszaültesse Olaszországot a nagyok, a három nagy közé, pontosabban a két nagy mellé. Úgyhogy ez vezeti őt, és én úgy gondolom, hogy minden oka megvan, hiszen
Európai Unió nem létezhetne Olaszország nélkül, mint hogy európai kultúra sem létezhetne. Persze, ezt nagyon sok ország elmondhatja magáról, de azért, ha zenét hallgatunk, ha elmegyünk egy múzeumba, ha olvasunk különféle irodalmi vagy színházműveket, akkor tudjuk, látjuk, hogy az olasz kultúra valóban abszolút meghatározó és örök nyomot hagyó főszereplő volt, és még mindig az az európai kultúrában, mi több, éppen a kultúra lévén, az európai identitásban. Úgyhogy Giorgia Meloni, aki nagy szuverenista, mindenképpen vissza akarja állítani, röviden szóval, Olaszország tekintélyét, az őt megillető helyet. Több kritikát is megfogalmazott az elmúlt időszakban egyébként Giorgia Meloni az Európai Unió működésével kapcsolatban. Itt a június 9-i választások után ő úgy értékelte, hogy nem igazán veszik figyelembe, vagy nem mindenki veszi figyelembe azokat az eredményeket, amelyeket a polgárok kifejeztek ezzel a választással, és hát demokratikus szempontból sem tartotta teljesen helyének valónak ezeket a helyezkedéseket. Ugye zajlik most egy nagy mozgás az Európai Unió intézményrendszerein belül, majd szeretném kérdezni azokról a jelöltekről is, akit nemrégen szavaztak meg, talán tegnap, de azért vannak itt ugye pártcsaládok, frakciók, amelyek szintén alakulnak, helyezkednek. Giorgia Meloninak a szava úgy tűnik, hogy ezekben a kérdésekben is fontos, legalábbis figyelnek rá. Az előbb talán említettem, hogy Giorgia Meloninak komoly energiáit köti le az, hogy megerősítse az otthoni szerepét, ne kapjon sok hazai tüzet a hátába, így is kap, tulajdonképpen továbbra is az az általános felfogás a baloldalon Olaszországban, persze már rég nem baloldali, nevezük egyszerűen globalistának. Az a kifogás ellene, alapvetően az a kifogás ellene, nem mondják ki, de azért mind tudjuk, hogy miről van szó, hogy nem az ő kutyájuk kölyke, tehát nem abból az alomból nőtt ki, ráadásul a szocializációja sem a baloldali vezetők szocializációjára hasonlít, nem egy ilyen kékharisnya politikus, egy külvárosi lány, aki már 16 éves korában az általa helyesnek tartott oldalra tette el a voksát, aztán persze az oldal fejlődött, egészen addig, amíg a Forza Italián keresztül, ahol Berlusconinak az egyik bizalmi embere lett, végül eljutott a Fratelli d'Italia megalapításáig, ami nem olasz testvérek, az olasz himnusznak a kezdő sora azt jelenti, hogy itáliai testvérek, és igazából arra utal, hogy egyesítsük az erőinket. Mert hiszen úgy tűnt számára, hogy nagyon szétszórtak ezek az itáliai testvérek, legyünk végre Olaszország, ahogy a himnusz is, amely még az olasz egyesítés előtt született bőven, ezt kívánta, ezt a kívánságot fejezte ki. Úgyhogy Giorgia Meloni az egy rendkívül ügyes, taktikus, tapasztalt harcos, viszonylag fiatal kora ellenére is, nem tud állni mögötte, nem állhat mögötte egy olyan nagy tapasztalat tömeg vezetésben, mint amilyen például két ellentétes embert mondok, vagy egy ellentétes párt mondok, Mark Rutte, vagy pláne a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, nem áll mögötte, nem állhat mögötte időben olyan óriási politikai teljesítmény, amely a magyar miniszterelnök mögött áll, vagyis az, hogy olyan módon sikerült egyesítenie a magyarországi jobboldalt, jobboldali értékekre alapozva, mint szóval ez nem mehetett neki, mert csak azért is, mert Olaszországban mindig is a széthúzás volt erős, a jobboldalon belül is, de a baloldalon belül is megfigyelhető volt ez, és addig-addig húzogatták egymást, és egymás bajszát, és próbálták meg mindenféle furcsa koalíciókban az alkotmányos lélegeztető gépről lelökni egymást, egyik koalíciós partner a másikát, amíg ezek a koalíciós partnereknek a száma az földúzzadt akár a 11+4-ig Olaszországban, ami a tökéletes impotenciát jelentette. Úgyhogy Giorgia Meloni arra utazik, az az elsőleges célkitűzése,
még talán nem valósult meg teljesen, sőt, egy alkotmányos reformot is keresztül akar hajtani. Arra utazott, hogy ez a pozíció, ez a demokratikus asset, ez a demokratikus felállás, ezt ne lehessen megingatni, és ennek a végleges biztosítékát abban látja, hogy a miniszterelnököt a nép válassza meg referendumon. Tehát kössék egybe a politikai választást, az fejezze ki azt az ítéletet is, hogy mi XY-t akarjuk miniszterelnöknek. Hogy miért teszi ezt? Hát egyszerűen azért, mert Olaszországban jelenleg a 69. kormánynál tartunk. A köztársaság megalakulása 1946. június 2-a, 3-a után, és így módon szeretné a baloldali kritikusok szerint bebetonozni, saját maga eladásában így módon szeretni stabillá tenni az olasz alkotmányos berendezkedést. Egyesek szerint ez megkérdőjelezi a köztársasági elnök mindenek fölött álló tekintélyét, ez persze egy baloldali megközelítés, amennyiben a köztársasági elnök az most már egy 30 éve folyamatosan a baloldalból nő ki, onnan választják meg mindenféle ügyeskedéssel, trükkel, színházi előadással, szó szerint, mondjuk Mattarella véget ért, Mattarella jelenlegi államfő, aki mostan újráz, már 2 éve, aki még azt is eljátsza, hogy nem, én nem indulok, nem akarok még egyszer elnök lenni, és eljátszák azt a, mondhatni majdnem, hogy szemérmetlen színjátékot, hogy Mattarella becsomagol, indulnak a kamionok szűke pátriájába, Palermóba, elhagyja a Quirinale palotát, majd 72 óra múlva visszatér. Szóval valószínűleg a baloldalnak is van oka arra, hogy ezt mindenképpen megakadályozza, én Meloninak pedig, és szerintem az olasz társadalom egészének lenne komoly érdeke az, hogy ahogy gyakorlatilag, ha nem is mondja ki betű szerint az alkotmány, de valójában egy magyar országgyűlési választás kijelöli a miniszterelnök személyét is, ha nem pontosan leírva és aláhúzva, de gyakorlatilag nem nagyon képzelhető a másképp, bár ezt az utóbbi időben, nem a legutóbbi, mondjuk 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt ezt azért igyekeztek egyesek felülírni ezt az elképzelést. Úgyhogy Meloni mindent megtesz azért, hogy stabilizálja a helyét Olaszországban, és fölemelje megint Olaszországot az európai közép nagyhatalmak közé, ez a három legyen a vezető hatalom. Tehát a magyar hallgatókat biztos, hogy az is nagyon érdekli, hogy milyen kapcsolat van Orbán Viktor és Meloni között politikai szinten. Ugye nem régen volt egy tárgyalás közöttük, egyébként Giorgia Meloni kifejezte, hogy támogatja például a magyar soros elnökséget, de abba a frakcióba, amelyben Meloni ül, nem vették be a Fideszt. Hogyan értékeljük mindezt? A kapcsolat nem hogy jó, hanem én azt mondanám, hogy kiváló. Ahogy ezt viccesen szokták mondani, mind emberileg, mind művészileg, szóval emberileg is kiszűnő az a kapcsolat. Bő hat évvel ezelőtt Giorgia Meloni az európai közvéleménynek éppen itt Magyarországon mutatkozott be. 18 februárjában kopogtatott be Orbán Viktor ajtaján, mint a legkisebb olasz a parlamenti pártnak a vezetője, akkor elég frissen megalakított Fratelli d'Italiának a képviseletében, az egy 4%-os párt volt. Szimpátia szövődött közöttük, ez kifejezetten barátságá erősödött, és egy meglepő dolgot fogok mondani, annak ellenére, hogy mindenféle hírek és híresztelések jelennek meg, és annak ellenére, hogy az ECR-be végül a Fidesz nem lépett be, ha úgy tetszik, nem vették fel, ha másképp magyarázunk a történeteket, akkor Fidesz jobbnak látta nem csatlakozni ehhez a formációhoz, azt is el lehet mondani majd, hogy miért. De az biztos, hogy tulajdonképpen egyetlen egy pontot kivéve, pontosabban egyetlen egy fél pontot kivéve, mindenben, az égvilágon mindenben egyetértenek, ez legutóbb éppen tegnap nyilvánult meg, akkor, amikor Meloni és Orbán volt az a két ember, és nem több, mint ez a két ember, akik nem szavazták meg az Európai Unió vezető szervei élére kiválasztott, kialkudott vezetőket.
Az is érdekes lesz megnézni, hogy milyen arányban nem tartózkodott, nem szavazta meg, elutasította, mi történt. Ki kire nem adta a voksát, de gyakorlatilag ez a két ember volt kizárólag az, aki elutasítja ezt a fajta Meloni által előzőleg szürreálisnak nevezett, elképesztő, felháborító, Orbán Viktor szerint PIMASZ egyezményt, amely a három úgynevezett nagy vezető európai uniós párt, európai parlamenti párt, bocsánat, európai parlamenti párt között létrejött, amely nem vette figyelembe sem Orbán, sem Meloni szerint azt a fajta jobbra tolódást, ami végbe ment a választások alkalmával. Az európai csúcsvezető kiválasztása pedig végül is azért is történt ilyen hevesen, azért is igyekeztek mindenféleképpen maguknál tartani, nem csak újra megragadni, hanem maguknál tartani a hatalmat, mert a vezető, az egyes nagyobb európai nemzetek, így Németország és Franciaország esetében, de kiterjeszthetjük ezt a kört egyéb államokra is, csúfosan leszerepeltek a kormánypártok. Gyakorlatilag Németország ma hallani nem akar kormányválságról, de hát azt ért el, hogy bocsánat, azt ért el, hogy olyan 45%-os támogatottságra leesett 30%-ra. Főleg a zöldek voltak azok, akik hanyatt estek, de a liberálisok szintén gyengültek, és a szocdemek pedig szintén mandátumokat vesztettek, és egy ilyen helyzetben, amikor ez valójában meggondolással kéne, hogy késztesse az állami vezetőket, az adott nemzetnek a politikai vezetőit, ez nem történt meg az Európai Unió szinten. Macron levont bizonyos konzekvenciákat, és még a választás hivatalos eredményének közzététele előtt már az exit pollra alapozva, meg arra alapozva, amit a pártja megbízásával közvélemény kutatók valószínűleg végeztek, hogy a döntés az nem 3 perc alatt született meg, hogy kiírja a választásokat. Valószínűleg Ferenc Józsefként mindent megfontolt és meggondolt. Lehet, hogy ráadásul nem is gondolkodott rosszul, mert azzal, hogy kiírta a választásokat, azt remélheti, hogy a győztes pártnak mondható nemzeti tömörülés, Marine Le Pen által vezetett nemzeti tömörülés, az a közvetlen összecsapás során a második fordulóban immár hagyományosan hajótörést fog szenvedni, amennyiben simán megnyeri a választás első fordulóját, legalábbis többségi szinten, legalább egy 35-38%-ot fog elérni, még az is lehet, hogy többet, de a második fordulóban immár hagyományosan a hagyományosan szélsőjobboldalinak, mi több időnként fasisztának, nácinak minősített nemzeti tömörülés el kell, hogy veszítse a választást, nem lehet miniszterelnök az illető hölgyből, egyszerűen azért, mert az a francia köztársaságra eselkedő legnagyobb veszély. És ezt a franciák nagyjából be is kapja ezt a horgot, és szépen mindenfelé szétszavaz, de főleg a Le Pen-féle párt nagy valószínűséggel, ezt persze én most én ezt mondom, de hát ez nem lehet tudni, hogy mi lesz az eredmény, el fogja veszíteni a választást, mert már 40 éve folyamatosan, vagy 50 éve, amióta Marine Le Pen apja megalapította a Front National-t, a Nemzeti Frontot, azóta is mindig eljutott a választás, az elnök választások alkalmával, mindig eljutott a csúcsfordulóig, és ott mindig csúfos vereséget szenvedett, mert mindenki ellene fordult, kialakult egy ilyen iratlan nagy grosse koalíció, nagy koalíció. Még annyit engedhessék meg nekem, bocsánat, hogy csapongok, hogy ez a nagy koalíció, amely kialakult itt az Európai Unióban is, egy meglehetősen, hogy is mondjam, csak ha elvi alapú politizálásról akarunk beszélni, ők mindenképpen elvi alapról beszélnek, akkor ez egy szégyenteljes nagy koalíció. Ennek az őse Németországban és részben Ausztriában alakult ki az elmúlt 50 évben, ami nagy koalíció, amikor a szocdemek összefogtak a kereszténydemokratákkal, vagy a
mindenképpen a másik oldal, a jobb oldallal, az mindenféleképpen a demokrácia lassú, vagy akár gyors halálához vezetett, mert gyakorlatilag minden posztot leosztottak, valójában nem létezett igazi ellenzéki munka, hiszen mindenben egyet kellett érteniük, mert különben ki kellett volna írni az új választásokat, és mindig ki is írták, és érdekes módon egyre csökkent ugyanennek a két nagy pártformációnak, Németországban a CDU-nak és a CSU-nak, valamint a SZOSZDEM-eknek a másik oldalon a támogatottsága, de valahogy mindig elérték azt a minimumot, amelynek segítségével tovább lehetett folytatni ezt a játékot, amely a demokrácia megcsúfolása, mondom, mert elvesztette az ellenzék is a saját szerepét. Ennek a hasonlására jött létre az Európai Unióban ez a faj új nagy koalíció, ami két szempontból is egy óriási baj. Egyrészt az Európai Unió és a parlamentje, az Európai Unió nem egy állam, és a parlamentje nem egy adott államnak a parlamentje, hanem ott az egyes államokat össze kéne terelni, össze kéne hozni, involválni kellene, mindenkit be kéne vonni a döntésekbe. Közösen kell eljutni valami közös elképzelés megvalósításához. Itt viszont kezdesz kialakulni, amit a magyar miniszterelnök is hangoztat, hogy pártpolitikai alapon csinálnak egy vezetőszerepű blokkot és egy ellenzéket. Ez abszolút ellentétes az Európai Unió alapító atyáinak és az alapító okiratoknak, a traktátumoknak a elképzelésével. De annál egy nagyobb, nem tudom másképp mondani, mint disznóság, bocsánatot kérek a pőre szóhasználatért, az, hogy szép lassan az a néppárt, amelyet német mintára, CDU-CSU Németországban, és a többi jobboldali párt képviselt ebben az Európai Néppártban, a PPE-ben, ez a jobboldal szép lassan, és nem véletlenül, elvesztett az identitását. Szó sincs elvi politizálásról, hiszen a jobboldali alapvető elveket, a családról, a genderről, a védelemről, az ország vagy a haza védelméről, a migrációról, jószerűen nincs semmi olyan, amiben kit megtartotta volna, semmilyen terület, semmilyen elképzelés, amiben megtartotta volna a saját ideológiáját, a saját elképzeléseit, évszázados, ha tetszik, évezredes igazságait, hanem szép lassan elkezdte majmolni, valószínűleg szándékoltan, valószínűleg valami kialakult egy olyan gyakorlat, amivel más már nem lehetett elképzelni, elkezdte majmolni a baloldalt, és mindenben ezek a jobboldali pártok tulajdonképpen annyira egyetértenek a baloldalról, hogy valójában egy virtigi baloldali párt lett belőle, aminek az az eredménye, hogy azok a nyugat-európai szavazók, meg egy általában európai szavazók, akik, de főleg a nyugat-európaiak, akiknek elegük van a liberálisoknak a tehetetlenségéből, meg nem természetes megközelítéséből, akinek elegük van ennek az álboldalnak minden tevékenységéből, minden megnyomolásából, azt mondják, jó, hát akkor szavazunk a jobb oldalra. Az európai szavazók nem politológusok, és nem folytatnak jelente politikai tanulmányokat, amikor már a család alszik, vagy éppen a gyerekek már alszanak, és akkor az asszonyok is nem foglalkoznak ezzel. Ők úgy tudják, hogy vannak baloldali pártok, amelyek eddig vezették például az Európai Uniót, és akkor most, akkor mivel nagyon vacak ez a felállás, akkor most szavazunk a jobb oldalra. De ez a jobb oldal épp úgy baloldal, mint amilyen baloldaliak a baloldaliak. Magyarul begyűjtik, összeszedi az Európai Néppárt az elégedetlenkedő szavazókat is, és azokat átviszi, áttereli ebbe a balos szövetségben. Gondoljuk arra egy pillanatra, és aztán be is fejezem ezt a részét a mondókámnak, hogy a Renew Europe, a Európa megújítása elnevezésű liberális Európa Parlamenti frakció 102 mandátumról úgy csökkent le 73-ra, ha jól emlékszem, hogy valójában növekednie kellett volna 2%-kal minimum, hogyha az európai szavazóknak az elképzelései továbbra is fennmaradtak volna, hiszen 705-ről 720-ra emelkedett a megválasztható embereknek a száma, a parlament létszáma. Vagyis pontosan 2%-kal emelkedett.
Na most ez a 2%, ez nem, hogy, tehát nem, hogy a 102-ből lett volna 104, hanem lement 73-ra a támogatottságuk. De ugyanez elmondható a kisebb mértékben is a szozdemekről. És még nagyobb mértékben bekövetkezett a zöldeknél. Az így keletkező töbletek pedig, azok mind-mind átvándoroltak az Európai Néppártba, amelyikor büszkén hirdeti, hogy ő a legnagyobb erő, a meghatározó, és közben gyakorlatilag, hát bocsánat, de én így látom, a baloldal bábja lett, a baloldali pártoknak a bábja lett, és együtt játszanak egy meglehetősen visszás játékot, amelyben előadják azt, hogy igenis ők képviselik a európai népességet, hiszen rájuk tisztességesen szavaztak többségben az európai szavazók. Nem, az európai szavazók sajnos úgy tűnik meg lettek tévesztve, de e megtévesztésen túl, ezen túlmenően, vagy ettől függetlenül is a jobb oldalra leadott szavazatok és az elnyert mandátumok száma az elég erőteljesen emelkedett, nem hozott áttörés pont emiatt a nagy néppárti csel miatt, emiatt a néppárti hihetetlen. Én azt mondanám, hogy bolsevik eredetű trükk miatt sokkal nagyobb mértékű lett volna, ez nincsen. Azért mondtam a bolsevik eredetet, és állandóan is kérek, ha valaki azt is, hogy valami fajta régi politikai megbélyegző, akármit szeretnék itt előszedni, de nem megbélyegző. A bolsevik és a bolsevista, a bolsevik az azt jelenti, hogy többségi. Ez a Leninnek a mániája volt, még annak, ez nem egy marxi találmány a bolsevik. Marx jó szerűen szerintem nem is tudott oroszul. Amikor egy pillanatra a Szozdem kongresszus Svájcban, valamikor a 900-as évek elején, még a forradalom előtt, két frakcióra oszlott, és az egyik frakció, a bolsevikok, a többség, az átment a szomszéd cukrászdába, hogy külön megbeszélés folytasson, akkor Lenin felugrott, és azt mondta, hogy elvtársak, akkor most mi vagyunk a többség, mi vagyunk a bolsevikok, ők pedig a menshevikek. Ez az igaz történet, és ez a végletekig ragaszkodott a Szovjetunió kommunista, zárójelben bolsevik, ez mindig utána tette többségi, mert mindig volt egy ilyen lelkifurdalás, hogy az ő döntésüket tulajdonképpen a többség hozta meg, mert ők a többség, mi vagyunk a többség. Emlékszünk erre a kiáltozásra, még Magyarországon is előfordult, nem is olyan régen, ahogy jól emlékszem, 2010 elején egy prominens vezető ezt kiabálta egy Petőfi szobor közelében, hogy mi vagyunk a többség. Hát ez a mániájuk, és most tessék, most is ezt mondják, hogy ők a többség. És ilyen módon kettéosztják azt az Európai Uniót, aminek valójában folyamatosan egységet kéne mutatni, egységes közös célokat kéne megvalósítani, és amelynek a alapítói az egész dolgot úgy képzelték el, és itt visszatérek egy pillanatra Olaszországra, Olaszországnak a szó szerinti vezetésével, hogy azt kell megakadályozni, hogy ne legyen, hogy háború legyen. Azt kell elérni, hogy béke legyen, és prosperitás, jól legyen. De béke, béke, ne csapjanak össze már megint. És tessék, hol tartunk? A prosperitás az kezd meggyengülni, eléggé erőteljesen, a béke pedig egyre távolabb kerül, mert az Európai Uniós vezetők, és ez emögött az vagy ebben az áll többségben, ebben senki nem használja azt a szót, hogy béke. Mindenki háborúról beszél, mindenki szerint a békét csak háborúval lehet elérni. Hát köszönjük szépen, látjuk az eredményt. Megdöbbentő az, és kíváncsi vagyok a véleményére ezzel kapcsolatban is. Ugye most ezek a jelöltek, amelyek, akik meglettek szavazva, még bár lesz itt egy forduló, ugye az Európai Parlamentnek is rá kell majd bólintania például Ursula von der Leyennek a megszavazására, tehát még nem teljesen lezárt ez a folyamat, de valószínűleg ez csak formalitás lesz, tehát több mint valószínű, hogy ő marad a bizottságnak az elnöke. António Costa szociális vagy szocialista politikus volt portugál miniszterelnök, lett ugye az Európai Tanácsnak az elnöke, és a liberális Kaja Kallas pedig az EU külügyi főképviselője. Na most milyen üzenete van ennek az egésznek? Ugye Ursula von der Leyen, aki egyrészt korrupciós ügyekkel a háta mögött is tud újrázni, úgy tűnik, hogy mindenféle gond nélkül. Ugye az ő esetében volt az, hogy Meloni tartózkodott, Orbán Viktor pedig nemmel szavazott az ő
újraválasztására, de hát úgy tűnik ezek a tartózkodás, és nem volt elegendő ez az ellenállás. Akkor van itt ugye egy volt portugál miniszterelnök, aki szocialista, tehát szintén mondjuk baloldali, és van egy liberális észt miniszterelnök, aki pedig hát Észtország és a külügyek, és most az orosz-ukrán háború, tehát az embernek úgy nem nincsenek a jó érzései most ezzel kapcsolatban. Hát én a két dolgot látok, egyrészt a von der Leyennek az újrázása, az gyakorlatilag a jogállamiság megcsúfolása, annak a jogállamiság nevű szlogennek a megcsúfolása, amelyet pedig oly fennel szeretnek hangoztatni azok, akik ezt a hölgyet ismét, mindenféle botrány ellenére ismét az Európai Unió bizottságának a vezetésére tartottak alkalmasnak. Ez egyszerűen elképesztő, de hát ehhez hozzászoktunk. Ami viszont a külpolitikai, ez ugye a belső része a dolognak, bár természetesen mindenfajta belső érintkezik a külsővel. De a legkülsőbb rész idézőjelben az a külügyeknek a vezetésére kiszemelt biztonságpolitikai és külügyi főképviselői tisztek kiszemelt Kallas személye az, ami szerintem egy nyílt vallomás arról, hogy az Európai Unió mindenféle sugallatokra, NATO és amerikai sugallatokra mindenféleképpen kitart a háború folytatása és kiélezése mellett. Miért mondom ezt? Hát nem azért, mert Kaja Kallas istenmecsvet nő. Bizonyára egy nagyon kedves, okos nő. Hát, mondjuk úgy, hogy igen, igen, jó. De az, hogy liberális, hát Istenem, mindenki olyan ideológiát követ, amit jónak lát, neveltet, stb. Okán. De az Európai Unióban egy olyan embert szemeljenek ki, aki egy olyan kicsi országnak a vezetője, 1.300.000 valahány ezer emberből, a közel egyharmad, vagy egyharmad lakos, egyharmadi lakos az orosz anyanyelvű. Ha úgy tetszik, orosz érzelmű. Hogyha ezt hozzáveszünk még azokat az embereket, akik már nyilván észt állampolgárok, akik már részben észnek is vallják magukat, de nagyon erős az érzelmi kötődésük, azokhoz az orosz, nem mondok ősöket, hanem az ősök azok régebbi keretűek, azok is voltak ott már az 1700-as évek előtt, már a középkorban is voltak ott oroszok, kicsi számban, 8-10%-ban sem talán. De aztán a szovjet uralom alatt a betelepítettek száma miatt itt egy óriási arányeltolódás történt, ami a függetlenné válás után, az 1990-es évek elején sem változott meg. Tehát továbbra is egy bő egyharmad orosz ember volt, ne kerteljünk, orosz. Orosz ember volt az ész lakosságnak az egyharmad része, és ha most ez lement 25%-ra hivatalosan, ez nem azt jelenti, hogy azok, akiknek a felmenő oroszok voltak, ne lennének orosz érzelműek. Na most egy olyan miniszterelnököt választani, akinek az lenne a választani külpolitikai főképviselőnek, külügyminiszternek, ha úgy tetszik, aki otthon folyamatos konfliktus helyzetben van az oroszokkal és a saját oroszaival is, ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, mert nem azt jelenti, hogy az Európai Unió külügyi főképviselője tárgyalni akar, igazi diplomáciai tevékenységeket akar folytatni, hanem azt jelenti, hogy mindenféle szlogeneket fog ő is pufogtatni arról, hogy az oroszok az a maga gonosz birodalma, hogy visszatérjünk a régeni megfogalmazáshoz. Tehát nem a megbékélés irányába fog ez a dolog elmenni, hanem mindenféleképpen a további kiélezés felé, ráadásul úgy, hogy miután példát akar kvázi otthon is tatuálni, otthon is konfliktusokat fog gerjeszteni, és ezek a konfliktusok ki fognak hatni az ő viselkedésére megint csak. Ezt tartom a legdurvább megsértésének, mindenfajta racionális, mindenféle komolyan érzelemmentes megközelítésnek. Hát a politikának bizonyos szempontból, de legalábbis a diplomáciának azért érzelemmentesnek kéne lenni. Nem, Kaja Kallas nem tűzheti a zászlajára azt, ami mondjuk az amerikai héjáknak a
az üzenete, hogy Oroszországot föl kell darabolni, mindenképpen meg kell gyengíteni elsőkor, mindenképpen be kell nyomulni, mindenképpen meg kell változtatni, esetleg feldarabolni. Szóval egy ilyen dologot én annyira kontraproduktívnak tartok, hogy azt hiszem, hogy a mai politikai helyzetben a világon még egy ilyen eszement döntés nem következett be. Nem véletlenül, hogy mind Meloni, mind pedig Orbán Viktor úgy szavazott, hogy na nem, hát ez nem, ez semmiképpen nem. Sajnos úgy tűnik, hogy most ebben e tekintetben kevés volt ez a szavazat. Nem tudom, hogy a jövőre tekintettel mit lát, megerősödhetnek ezek a szuverenista politikusok, vagy hát itt a francia példa mutatja azt, amit az elején is beszéltünk, hogy most egy kicsit leegyszerűsítve fogom mondani ezeket a fogalmakat, de hogy a globalista, a baloldali, úgymond uralkodó elit nem fogja hagyni azt, hogy labdában lehessen rúgni. Tehát bármilyen eszközzel, de valahogy ellehetetleníti ezeket az erőket. Nézze, az a helyzet, hogy akkora pénzhatalmi támogatása áll emögött az erők mögött. Vagy hogyha úgy tetszik, valójában a pénzhatalom áll mindennek a hátterében, ami ezeket a politikusokat bábként használja ebben az óriási bábszínházban, hogy egyelőre az áttörésről nem lehet beszélni, mert ilyen szempontból a francia választások, amelyekre vasárnap fog sor kerülni 30-án, június 30-án, nagyon példáson meg fogják mutatni, hogy milyen lehetőségek vannak a valóban komoly áttörésre, abban a tekintetben, hogy az európai állampolgároknak a véleménye valóban számítson, hogy valóban kifejezhessék, becsatornázhassák a tiltakozásukat az eddigi rendszer iránt, és valami újnak a kikövetelését. Egyébként pedig ennek a pénzhatalomnak a pénzhatalom hatalmának, befolyásának, irányító szerepének a jellemzésére elegendő lenne egy pár számot mondani. Mondjuk azt, hogy én nagyjából kiszámoltam, hogy nyugodtan jöhetnek utána egyéb számítások. Minden ukrán katona Sírián körülbelül egy 8-10 millió forint tiszta profitja van azoknak a köröknek, ezek bankok, fegyvergyárak, fegyverkereskedők, stb., akik a háborút mindenféleképpen folytatják. Mindenfajta nagyvonalú amerikai és európai támogatás Ukrajnának, ami pénzben és fegyverben valósul meg, mondjuk minden 100 milliárd dollár, az eddigi tapasztalatokat és időket figyelembe véve, ez körben egy olyan 500 000-1 millió ukrán ember halálos ítélete. Ez nem vicc. Tessék utána számolni. Nyugodtan. Mindenki vehet papír, ceruzát, vagy számítógépet, vagy a bokostelefonját, ki tudja számítani, hogy mit eredményez ez. És hogy milyen erők állnak emögött, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a háborún akkora pénzeket lehet, mert csak a tiszta profit, amiről beszéltem, akkora pénzeket lehet kaszálni, erről egyébként Blinken külügyminiszter is elejtett egy-két keresetlen szót, 60-80%-ról volt, aki 90%-ról mesélt, hogy ez minden támogatás, nem csak amerikai, európai vagy máshonnan érkező ukrajna támogatás, az mindnak a 80-90% az Egyesült Államokban, pontosabban ezeknél a nagy mamut cégeknél, multinacionális cégeknél landol. Mindenfajta ilyen támogatást egybevéve ez egy akkora pénztömeget jelent, amit szerintem normális ember nem nagyon tud fölfogni, de mondok egy példát. Ha azt mondom, hogy Magyarország 100 évi GDP-e, még mindig szinte semmi ahhoz képest, amilyen pénztömegek állnak emögött a politika mögött, akkor azt hiszem, hogy valamit sikerült érzékeltetni. És ha esetleg félre számolt volna Szomrák úr, és csak a fele lenne igaz, az is sok lenne. Hát ez így van. Ebből jó lenne nem folytatni, jó lenne nem kérni, de hát a pénz már nem az emberek gonoszak, hát félretés nehesség. Ez a tőkének a logikája, hogy nincs mese. Ezt valahogy meg lehet állítani egy szuverén nép, hogyha valóban a szuverenitását, vagyis a szuverén azt jelenti, hogy hatalom. A nemzetnek, egy népnek a szuverenitása azt jelenti, hogy néphatalom. Kráciát jelent, demokráciát.
Na, az végül mégiscsak utat tudna magának törni, hogyha mondjuk a német polgárok végül fölébrednének ebből a lassú álomból, ebből a lagymatagságból, ami jellemző őket, és rájönnének arra, hogy a jobboldali pártjaik azok nem jobboldaliak, hanem szintén baloldaliak, akkor talán van remény. Elképzelhető évben következik, de az biztos, hogy erre még egy ideig várni kell, legalább 4-5 évig, lehet, hogy tovább, hogy a ukrán háború, ukrajnai háború meddig tart ki, azt persze senki nem tudja, de egy dologban biztos vagyok, és lehet, hogy szembe megyek mindenféle elképzeléssel. Előbb-utóbb csak béke lesz. Előbb-utóbb megszűnik a háború, mert különben elpusztul az emberiség, ez az alternatíva. Meg fog szűnni. És akkor majd azok az emberek, akik működtették ezt az egész óriási pénz és vérszivattyút, azoknak valami más foglalatosság után kell nézni. Nagyon jó, hogyha mi továbbra is kiállunk a béke mellett. És hát bízunk benne, hogy nem maradnak egyébként mindezek következmények nélkül, tehát nem csak más foglalatosság után kell nézni, hanem valamilyen szinten a következményekkel is szembesülni kell majd. Én nagyon szépen köszönöm Szomoráki Bélának, Olaszország szakértőnek, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót!